Rendkívüli ülést hívott össze Ukrajna az ENSZ biztonsági tanácsában, miután az orosz elnök taktikai atomfegyverek Belarusba telepítését jelentette be. Az ukrán külügyminisztérium hatékony intézkedéseket vár a Kreml nukleáris zsarolása ellen. Vlagyimir Putyin elmondása szerint azután döntött így, hogy az Egyesült Királyság szegényített uránt tartalmazó páncéltörő lövedékeket ígért Ukrajnának. Alekszandr Lukasenka már többször felvetette az orosz taktikai atomfegyverek Belarusba telepítését. Nincs ebben semmi szokatlan. Az Egyesült Államok már évek óta ezt teszi. A szövetségeseik és a NATO tagországok területére taktikai atomfegyvert telepítenek, fogalmazott az orosz elnök. 10 a fegyverek szállítására alkalmas vadászgép már megérkezett Belarusba. Az 1990-es évek közepe óta Oroszország először telepít atomfegyvereket határain túlra. Egy nappal azután, hogy az orosz elnök bejelentette az atomfegyverek Belarusba telepítését, a NATO kritizálta veszélyes és felelőtlen retorikája miatt.